Jó estét kívánok, ez már a Kiemelő, a Kecskeméti Televízió közéleti magazinja. A Széchenyi városban is Hettyényegyházen élők, valamint a kórházba igyekvők életét is jelentősen befolyásolja majd az a körforgalom, melynek kivitelezési munkái hamarosan elkezdődnek. A beruházás körül kialakult vitákról beszélgetünk a Kiemelőben dr. Homoki Tamás alpolgármesterrel. Azt is megmutatjuk, mely döntéseket tartották a legfontosabbnak a képviselők. Már is kezdünk. A Széchenyi városban és Hettyényegyházen élők, valamint a kórházba igyekvők életét is jelentősen befolyásolja majd az a körforgalom, melynek kivitelezési munkái hamarosan elkezdődnek az Akadémia körút és Nyíri út kereszteződésében. Miközben a város fideszes többsége üdvözli az új fejlesztést és anyagiakkal is támogatja, az ellenzék soraiból többen kritizálnak. Dr. Homoki Tamás alpolgármesterrel Kozák Polett beszélgetett. €220 millió járul hozzá az önkormányzat a kórház melletti körforgalom építéséhez. Ez a döntés született a mai közgyűlésen. A döntés hátteréről, valamint a beruházás részleteiről Homoki Tamás alpolgármesterrel beszélgetek, ő ma a NAV vendégek. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! A mai közgyűlésen a kórházi körforgalomról vitáztak a képviselők, mondhatni vitáztak. Miért vált szükségessé a kórház mellett a körforgalom építése? A kecskemétiek ismerik ezt a területet, mondhatom, hogy jól ismerik. Nagyon sok panasznak volt kitéve a város is, és a kórház is az elmúlt időszakban, és ezen próbáltunk orvosolni, és nagyon jó partnerre talált a város a kórházban is, és elkezdtünk egy közös gondolkodást egy-két évvel ezelőtt, hogy hogy lehetne a kórház körüli parkolási gondokon enyhíteni. Egy több lépcsős folyamatról volt szó, a kórház utána a saját területén levő parkoló kialakítására, egy parkolóház megépítésével gondolt egy merészet, és ezt az elképzelést indította el egy pályáztatás során, és ez volt az az első lépés, amikor a Verbau Parking Kft-vel, ami a Verbau-nak egy erre a projektre létrehozott társasága, kötöttek egy megállapodást arra vonatkozóan, hogy a úgynevezett régi kórház parkoló területén, amit valamennyien használtunk, ha a kórházba mentünk, ott meg fog épülni egy parkolóház, illetve annak az alsó szintjén néhány üzlet. Ezt az első lépcsőfokot meglépte az önkormányzat is különböző engedélyeztetési, területrendezési és egyéb szakhatósági hozzájárulásokkal még 2019 évben. Ugyanakkor arra is igény merült fel, hogy ez a parkolóház akkor tud normálisan működni, hogyha ennek a megközelítése közútról lehetséges. És erre több elképzelés látott korábban napvilágot. Az első elképzelés az volt, hogy a Nyíri út felől, azon a főbejárat körüli kis szűk bejáraton legyen megközelíthető a parkolóház, majd volt egy olyan elképzelés is, hogy a Csabai Géza körút a rendelőintézet felől történjen egy ilyen leágazás. Mi azt gondoltuk, és itt főépítész úr volt az, aki az építészeti szempontokat leginkább képviselte az önkormányzatnál az előzetes tárgyalások során, hogyha oda egy több száz fős befogadó képességű parkolóház épül, akkor arra egy ilyen útkapcsolat nem lesz elégséges. Ezért közösen gondolkodtunk tovább, és ennek a kapcsán merült fel az, hogy mind a városnak, mind pedig a parkolóház megközelítésének sokkal optimálisabb megoldása lenne az, hogyha nem a Nyíri út vagy nem a Csabai Géza körút felől történne a megközelítés, hanem bevonnánk ebbe az egész gondolkodásba a Nyíri út, Akadémia körút, Csabai Géza körút csomópontját, ami most ugye egy forgalomirányító jelzőlámpás kereszteződés. A gondolat tehát itt indult el. Vannak egyébként arra adatok, hogy mennyire forgalmas ez a csomópont? Természetesen a beruházó végzett forgalomszámításokat,
és nem a kiemelt csúcsidőszakokban, tehát reggel vagy a délutáni csúcsidőszakban, hanem átlagos időszakban mérte azt, hogy milyen a lámpákkal történő áthaladásnak a lehetősége. Itt tulajdonképpen majdnem mindegyik beközelítő ág szempontjából minimum 2 lámpát kellett ahhoz kivárni az odaérkező autósoknak, hogy át tudjanak haladni. Egyébként pedig konkrét szám is rendelkezésre áll áganként, tehát a kereszteződésbe behaladó áganként naponta körülbelül 10.500 gépjármű használja ezt a csomópontot. Több dolog miatt is támadta az ellenzék egyébként ezt a napirendi pontot. Egyrészt magát azt, ugye, hogy az önkormányzat támogatja ezt a magánberuházáshoz kapcsolódó beruházást, másrészt pedig azt, hogy drága. Ezekre milyen válaszokat tudott adni alpolgármester úr? Nos, néhány fogalmat és nagyon fontos dolgot azért tisztába kell tenni. Maga az előterjesztés, amit a közgyűlés megtárgyalt, valóban arról szólt, hogy a beruházást támogatja bruttó 220 millió forinttal az önkormányzat. De azt azért én szeretném inkább megfordítani. Közterületen levő olyan közlekedési csomópont kialakításáról van szó, amit nyilvánvalóan részben fog használni a parkolóház is a megközelítése során, az 5. ág kialakításával, na de a maradék 4 ág az ugyanaz, amit a város lakók eddig is használtak. Én úgy fordítottam meg, délelőtt is már a vita során, azt, hogy igazából nem az önkormányzat támogatja ezt a magánberuházást, hanem a magánberuházó támogat egy olyan nagyon jelentős, fajsúlyú és nagyon fontos önkormányzati városi beruházást, amit előbb-utóbb nekünk is meg kellene oldanunk magunktól. Én feltettem azt a kérdést, hogy abba kell dönteni itt elsősorban a közgyűlésnek, hogy kell-e nekünk ez a körforgalmas csomópont. Meggyőződésem, hogy igen. Ha kell, akkor ezt az önkormányzat vagy előbb-utóbb saját finanszírozásba létesíti, vagy pedig ezt a mostani helyzetet jóindulatúlag kihasználva rácsatlakozunk erre a magánberuházásra, és azt mondjuk, hogy ennek a körforgalomnak a kialakításában körülbelül 25-30% vállal az önkormányzat, és a maradék 70-75% pedig a magánberuházó. Én azt gondolom, ennél jobb üzlet kevés van, amikor meg tudunk oldani egy ilyen fajsúlyos problémát. Nézzük azért az anyagiakat is. Hogy áll össze a költség tervezet ennek a beruházásnak? Igen, az ellenzéknek természetesen én nem vitatom el azt a jogát és lehetőségét, hogy a beruházás célját is vitassa, és természetesen azt az összeget is kontroll alá vegye, amiben ez kerül. Ez a beruházás a jelenlegi árazás szerint bruttó 800 millió forint körüli. Elhangzott az egyik ellenzéki képviselő részéről, hogy ezt ő rettentően drágálja, és más összehasonlító adatokat próbált arra felmutatni, hogy máshol egy ilyen körforgalom kisebb költségből megvalósítható. Akik a mai világba nyitottan járunk, azok mindenki tudja, hogy manapság az építőipari költségek rohamosan növekednek. Tehát ami tavaly X összegbe került, az most X plusz 10-20-30%. A másik, nyilván arra is figyelemmel kell lenni, amikor egy ilyen árról beszélünk, hogy mi a beruházás műszaki tartalma. Itt nem csak egy aszfaltozásról, egy körforgalomnak a kialakításáról van szó, hanem egy 30 000-es lakótelep közmű kiváltásairól is. Itt megy gyakorlatilag a bácsvíznek a nyomóvezetéke, a termosztárfűtővezetéke, elektromos földkábelek, csatornák, egyebek. Az én ismereteim szerint a beruházás költségének körülbelül a 40-45%-át a közmű kiváltások, az előbb említett munkálatok adják ki, és csak körülbelül 50-55% az, ami a konkrét útépítési munkákat jelenti. Azt is el kell mondani, itt járdaszigetes kialakítású, új járda kialakításokra kerül sor, gyalogátkelőhelyek kialakítására, a jelenlegi forgalomirányító jelzőlámpáknak az elbontására,
területrendezésre, tehát egy nagyon komplex feladatról van szó, és ami nagyon lényeges, az egész építkezés úgy fog lezajlani, hogy ebbe a kereszteződésbe a forgalom az építkezés során is haladni fog. Ez nyilvánvaló egy olyan szervezettséget igényel, a beruházótól, kivitelezőtől, hogy ennek is meg kell oldani azokat a paramétereit, amik ahhoz szükségesek, hogy ne legyen egy évre lezárva ez az egész csomópont. Magyarul ez sajnos ennyibe kerül, de én azt gondolom, minél tovább húznánk ennek a megvalósítását, ez annál drágább lenne. És még egy nagyon fontos dolog. A Hetény felől, a Holland falu felől történő közlekedést is naponta tapasztalják, akik onnan járnak, milyen áldatlan állapotok vannak. Én úgy gondolom, hogy szakmailag is teljesen jó dolog az, hogyha a Sutusfalui körforgalom, az Arborétum körforgalom után az folyamatosan áthaladó járművek a legnagyobb csomópontba, ami ezen az útszakaszon van, nem egy jelzőlámpás kereszteződésbe érnek be, hanem ugyanazt a folyamatos, kulturált áthaladást biztosító körforgalomba. Több közlekedéssel kapcsolatos kérdés is napirendre került, még egyről beszéljünk, ami érdekelheti a nézőket, a buszok kinézete. Hogyan fognak kinézni a kecskeméti buszok? Erről is döntött ma a képviselőtestület. Igen, majdnem minden közgyűlésen az utóbbi időben buszos felvetésekre sor kerül. Én ennek nagyon örülök is. Ez azt igazolja, hogy az az átalakítás, amit elkezdtünk bő egy évvel ezelőtt, az folyamatos. Én nagyon remélem, hogy az a 1-1.5 hónap tapasztalat, ami 2020. januártól van, az a kecskemétiek többségének a megelégedésére szolgál, új szolgáltatóval járunk. Éppen amiatt, hogy új szolgáltató van, az újonnan érkező buszok esztétikai megjelenését is valamilyen formába úgy gondoltuk, hogy a közgyűlés előtt vitassuk meg, és a javaslatunk az volt, hogy költségtakarékossági szempontból is igazodjunk a már meglevő 25 csuklós busz színéhez. Éppen ezért a javaslat azt a dolgot támogatta, azt a javaslatot próbáltuk a közgyűléssel meggyőzni, hogy ez a szürke szín maradjon, ami több szempontból is jó. Az én saját véleményem szerint abból a szempontból is, hogy itt nem magukat felhívni kívánó utcabútorokról van szó, mint ahogy Király képviselő úr jelezte, és ő egy díszítettebb megjelenésre gondolt volna, szecessziós jegyekkel, ami Kecskeméthez köthetők. Én pedig úgy gondolom, hogy ez egy közlekedési eszköz, és egy közlekedési eszköz mozgásban van a dinamikus közlekedésben, és hogyha olyan jellegű színvilága van, olyan jellegű megjelenése van, amire sokan itt gondoltak, akkor ez elvonja a közlekedők figyelmét, és ez közlekedés biztonsági szempontból bizony nem jó. Éppen ezért törekszünk arra, hogy ne csak a fapados szürke szín maradjon meg. A javaslat, ami átment a közgyűlésen, végül is azt tartalmazta, hogy a poligon kecske sziluettje jelenik meg, illetve a Kecskeméti Közlekedési Központnak a logója és a szlogenje, és természetesen megjelenik mindegyik buszunkon Kecskemétnek a címere is. Azt reméljük, hogy nem ezen fog múlni a buszok megítélése, a közlekedés megítélése, hogy milyen színű a busz, és Kodály arcképét vagy a sárga barackot tartalmazza. Ehelyett mi arra törekedtünk, hogy egy fiatalos, dinamikus megjelenés legyen, és ehhez a poligon kecske, amit a kecskemétiek megszerettek, egy kiváló ötletnek tűnt. Köszönöm szépen a polgármester úr, hogy bejött és beszámolt mindenről. Én köszönöm az érdeklődést. Adatok kiszivárogtatása, a városnak való károkozás, a demokrácia megkérdőjelezése, vita miatti szünet. Ezek jellemezték a mai közgyűlést. Már a napirendi pontok tárgyalása előtt kénytelenek voltak felszólalni a politikusok, mivel olyan események történtek az elmúlt hetekben, amiket nem tudtak szó nélkül hagyni. Több témában is vita alakult ki a Fidesz-KDNP és a Szövetség a Híres Városért Egyesület képviselői között. Az egyik probléma a tanácsadó testület felállítása kapcsán robbant ki. Végül a polgármester vállalásának köszönhetően sikerült mindenki számára elfogadható megoldást találni. A döntés értelmében 14 tanácsadó testület segíti a jövőben az önkormányzati képviselők munkáját a választókerületekben. Ezt megelőzően azonban a tagok kiválasztásának mikéntjén hosszasan vitatkoztak az ellenzéki és a kormánypárti képviselők.
Mi soha nem vontuk kétségbe azt, hogy szükség van a tanácsadó testületre, mi a kiválasztás módjával nem értettünk egyet. Én véleményem szerint az eredeti előterjesztés egy 30 éves demokratikus együttműködést próbált meg valamilyen módon semmissé tenni. Én azt hiszem, hogy azáltal, hogy kis konszenzusokat tett a polgármester asszony is, azt gondolom, a szövetség a Hírösvárosért Egyesület képviselő is tettek konszenzust, így egy megközelítően jónak mondható napirendi pontot tudtunk elfogadni. Én továbbra is azt mondom, hogy a tanácsadó testületekre nyilván szükség van, mert annyira szerteágazó a területünk. Nekem is a Széchenyi várostól a Botond utca, Mária város, Széktói lakópark, tehát szükség van arra, hogy ott élő emberek segítsék a munkánkat. Nem is ez volt a vita kérdése, de azt gondolom, hogy fogunk tudni ezzel most már így, ezzel a módszerrel fogunk tudni dolgozni, és gondolom, hogy mindenki megelégedésére fogjuk felállítani a tanácsadó testületeinket. Alapvetően mi volt a probléma ezzel az előterjesztéssel? Miért nem volt önök szerint demokratikus? Azért nem volt demokratikus én véleményem szerint, mert egyáltalán nem adott lehetőséget arra, hogy a képviselő beleszóljon abba, hogy kivel dolgozik együtt. Ugye az volt az eredeti terv, hogy pályázni lehet, most a pályázatról se tudtuk azt, hogy annak mi a tartalma, és a beérkezett pályázatok alapján nem a képviselő dönt, illetve nincs egyáltalán, az előterjesztés szerint nem lett volna egyáltalán beleszólási joga, hanem csak a pénzügyi bizottságnak. Mi azt kértük, hogy a beérkezett pályázatokat valamilyen módon szűrje elő a képviselő, és utána pedig a testület döntsön abban, hogy ki lesz a tanácsadó testületnek a tagja. Ezt ugye félig meddig elutasította a polgármester asszony, de azt gondolom, hogy azáltal, hogy belevettük azt, hogy a képviselőnek is van valamiféle előterjesztési joga az abban, hogy ki legyen a képviselő a tanácsadó testületben, ezáltal egy kicsit áthidaltuk ezt a problémát, és talán jól fogunk tudni működni. Azért tartom jónak a tanácsadó testületnek a felállítását, mert így a kerületből bekerülő emberek vesznek részt a kerület munkájába, és így sokkal jobban megismerjük a kerület problémáit, illetve könnyebben tudjuk irányítani a kerületet, jobban meg tudjuk oldani a felmerülő gondokat. Azt, amit az ellenzék mondta, hogy nem demokratikus a tanácsadó testület, ezt azért vitatom, hiszen pont, hogy az előterjesztésben benne van, hogy automatikusan bekerülnek a bizottsági tagok, illetve ugye a listás képviselők is a lakcím szerint. Tehát így az ellenzéki listás képviselők is automatikusan bekerülnek a választókerületekbe, a bizottsági tagok is, és mondhatni végül is az ellenzéki akár csatározás folytathat ezekben a tanácsadó testületekben, hiszen ott képviselik magukat. Ha meg az viszont, ha az fáj neki, hogy így mi is bekerülünk az övékbe, az arról meg én nem tehetek, úgy gondolom, hogy ez a demokrácia, hogy igen, mi is benne leszünk az ő kerületekbe, ők is a miénkbe, de ez pont azt alapozza meg, hogy muszáj lesz közösen együtt jól dolgozni. A másik ilyen téma az épülő Nyíri úti körforgalom volt. Azon vitatkoztak a politikusok, hogy a több mint 800 millió forintos összegű projektnek a 25%-át a város átvállalná az építést végző cégtől, mivel az önkormányzati terület. A kórház, mint önálló létesítmény, és ami központosítva lett, gyakorlatilag állami fenntartású, azon belüli parkolási helyzet nagyon jól tudjuk, hogy nem volt megoldott. Egészen addig, amíg arról volt szó, hogy a város módosítsa a TRT-jét, illetve ennek megfelelően, hogy amivel a kórház jelentkezett, hogy ott egy parkolóház épül, az a semmi gond nem volt. Ez több mint, ha jól emlékszem, több mint két éves, de lehet, hogy pont két éves történet. Gyakorlatilag akkor nem volt arról szó, hogy az aljába üzletek kerülnek, és ez az, ami egy picit még élesébbé tette azt a fajta gondolkodást, hogy abban az esetben, amikor a Malomközpont vagy akár az Ocean is fejlesztett, akkor a környezetében lévő körforgalmi csomópontokat mind a saját pénzéből megépítette. És én azt gondolom, és vallom is, hogy ebbe az esetben is így kellett volna tenni. Hiszen mi annak a befektetőnek, aki ezt megnyerte, azzal is már egy úgymond adományt adtunk, hogy átminősítettük a területet egy másfajta beépítési módra, tehát lehetőséget biztosítottunk arra, hogy ott parkolóház épüljön, ugyancsak a mellette lévő közterület átengedtük rajta, hogy ott az utat át tudja vezetni, illetve hogy használhassa. Tehát mind-mind, ez, ha azt mondom, ez egy plusz olyan adalék, ami akár forintosítható is, tehát ez sokkal több, mint 220 millió forint, de azzal, hogy
önmagában, ami önneki nagyon lényeges, hogy rákössön arra a csomópontra, azzal már nem értek egyet, azt igenis ugyanúgy hasonlóan, mint a többi magánvállalkozások, oldja meg a saját pénzéből, és mi a mi pénzünket viszont használjuk más egyéb célokra, és ha már útépítésre gondolok, akkor ott a Széchenyi városban is rengeteg olyan csomópont van, a Nyíri út és a március 15-e találkozásra, sorolhatnám. Tehát itt nem önmagában az, hogy megépüljön vagy ne a parkolóház vagy a körforgalom, természetesen épüljön meg. Ez egy külön gazdasági érdek. Én azt gondoltam, és azt is vallom, hogy igen, ebbe nekünk pénzügyileg nem kellett volna beszállnunk. Nem az önkormányzat száll be az építkezésbe, hanem a Verbo Parking Kft., mint beruházó száll be egy közterületen levő csomópontnak a kiépítésébe, ami egyébként önkormányzati területen valósul meg, és nyilvánvaló, hogy nem csak a parkolóháznak a kiszolgálását, hanem a teljes Széchenyi város, Hetényegyháza, Hollandfalu egyéb területeknek a közlekedését jelentősen javítja. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma a Paletta magazinunkat láthatják, melyben hétvégi programokat ajánlunk. Üdvözlöm Önöket, ez ismét a Paletta, a Kecskeméti Televízió programajánló magazinja, melyben erre a hétvégére is elhoztuk a legjobb helyi eseményeket. Tartsanak velünk! Immáron 6. alkalommal rendezik az Univer 24, az úszás ünnepe 24 órás úszóversenyt a Kecskeméti fürdőben. Eddig több mint 2500-an regisztráltak az eseményre. Idén is több ezer diák és civil csapatok több száz versenyzője vesz részt az úszás ünnepén. Az Univer 24-en egy időben és egy medencében a hosszú távúszók 24 vagy 12 órán keresztül úsznak az egynapos úszás teljesítménypróbák szabályai szerint. Ez idő alatt több száz úszó egymást követően legalább 100-100 métert úszik. Az esemény díszvendége idén is Hosszú Katinka lesz, aki indítja a versenyt. A rendezvény szombaton 11 órakor kezdődik, és vasárnap 11 óráig tart a Kecskeméti fürdő 50 méteres medencéjében. A Kecskeméti fürdő az idei évben is csatlakozott a Házasság hete rendezvény sorozathoz. Valentinnapi szauna programokkal, éjszakai fürdőzéssel és február 16-án vasárnap 14 órától családi nappal várják vendégeiket. Február 14-én pénteken 21 órától lesz az éjszakai fürdőzés, ahol a legjobb R&B és popslágerekre lubickolhatnak és bulizhatnak. Ezúttal is több medence várja a látogatókat. Nyitva lesznek a bel- és kültéri élménymedencék, a jacuzzik és csúszdák, valamint a benti termálmedence és a 25 méteres úszómedence is. Vasárnap 14 és 18 óra között pedig az idei év első családi napját rendezik. Kedvezményes családi belépővel, aquafitnesszel, játékos feladatokkal várják az érdeklődőket. Menjen ki az arborétumba egy kardiós tempós sétára. Vasárnap a nagyjából másfél órás séta elején bemelegítéssel és a végén nyújtással várnak a szervezők. Gyülekező a bejáratnál, indulás délután 2-kor. A séta idejére válasszon olyan tempót, ami megemeli a pulzusát. Nem probléma, ha nem tudja tartani a tempót az elejével, akkor saját tempóval úgy sétál, ahogy jól esik. Barangoljon egyet az arborétumba, és ha úgy érzi, hogy maradt még energiája és kedve, maradhat a kocogós részre. Ugyanazt a távot, amit lesétáltak, a második felvonásban lekocogják. Az esemény ingyenes. Valentin napra várja az érdeklődőket a Kecskeméti Vadaskert. Péntektől vasárnapig 10 órától izgalmas programokat kínál a Vadaskert a látogatóknak. Fél 11 és 11 óra között az ormányos medvék, a makákok és a csacsik látványetetésére várják a látogatókat a gyerekek bevonásával. Ezt követően kígyó simogatásra invitálják a legbátrabbakat. Délután sem maradnak program nélkül, 2-től folytatódik ismét a látványetetés. Ekkor a kapucnis majmoktól indulnak, hógolyóig a sarkirókáig, majd a gyermekek segítségével a lámákat etetik meg. A fűtött oktatóteremben egész nap meleg tejjel várják a látogatókat. A Kecskeméti Vadaskertben látogató párok féláron vásárolhatják meg a belépőjüket Valentin nap alkalmából.
Szombaton 10 órától játékos elődeink. Elődeink játékai címmel várja egy konferenciára az érdeklődőket, a Szóra Katénusz Játékmúzeum és Műhely, ahol 15 óráig érdekes előadásokat hallgathatnak meg. 16 órától pedig Aprók táncára várják a kicsiket. Itt a farsang ünnepeljék együtt zenével, tánccal, mulatsággal. A zenét a Hegedűs Együttes biztosítja. A programhoz kapcsolódóan a kézműves műhelyben csörögesütés lesz, amit a program végén közösen elfogyaszthatnak. Elkezdtem írni egy regényt. Az életemről szól, és a testvéreimről. Öt nő magára marad egy házban. Az apa a polgárháborúban harcol, négy lánya és a felesége pedig kénytelen férfi nélkül boldogulni. Nem hajlandóak elfogadni azt, amit a világ kínál nekik. Szabadabbak, önállóbbak, bátrabbak kortársaiknál. A négy lány, Joe, Amy, Bess és Meg együtt nő fel. Reménykednek, csalódnak, tanulnak. És persze szeretnek. És közben felnőtté válnak. A filmet péntektől vasárnapig 18 órától tekinthetik meg az Otthon moziban. Kisasszonyok. Most pedig a sportesemények következnek. Pénteken megkezdi a tavaszi szezont a KTL Piroska Szörf férfi kézilabda csapata. Az őszi szezont egy vereséggel zárták a Cegléd ellen, így 8 győzelemmel és 3 vereséggel a második helyről várhatták a folytatást. Az NB1B keleti csoport 12. fordulójában a 60 csapatát fogadják. Az ellenfélnek 7 győzelme van egy döntetlen és 3 vereség mellett. 15 ponttal a harmadik helyen áll, így egy vereség esetén a Kecskemét akár a harmadik helyre is visszacsúszhat. A szeptemberi odavágón 1 góllal győzött a 60, most is igen nehéz mérkőzésre számíthatunk. A KTE 60 mérkőzés pénteken 19 órakor lesz a Messzi István sportcsarnokban. Két edzőmeccs szerepel a KTE Hufpau e-heti programjában. Szerdán a szintén MB3-as, ám a keleti csoportban szereplő Ceglédi VS-e vendége volt a Kecskemét. A hatalmas szélben rendezett meccsen az első fél időben büntetőből szerezte meg a vezetést a Kecskemét, majd a fordulás után újabb 2 találattal tették magabiztossá győzelmüket. A találkozót így 3-0-ra nyerte meg csapatunk. Csütörtökön ismét dupla foglalkozással folytatódik a munka, majd pénteken egy edzés következik. A hét zárásaként aztán a Pest megyei élvonalban szereplő Pilisi LK lesz a KTE Hupau vendége, 12 órakor a Széktói stadion műfüves pályáján. Ismét itthon mérkőzik a kecskeméti KC női kosárlabda csapata. Legutóbb a BKG ellen idegenben léptek pályára, akkor 83-67-es vereséget szenvedtek a mieink. A kecskeméti klub így az utolsó előtti helyen áll 2 győzelemmel és 12 vereséggel. Legutóbb sorozatban 6. vereségét szenvedte el a híres városi klub. A női kosárlabda amatőr NB1 piros csoport 15. fordulójában az Ajka ellen lépnek pályára a lányok. Az ellenfél a 3. helyen áll 13 győzelemmel és 2 vereséggel. A találkozót vasárnap 11 órakor rendezik a Bújai Gimnázium tornacsarnokában. A Global Big Building ZRT KNK sem múlt héten már megkezdte a tavaszi fordulót. Idegenben a Balmazújváros otthonában lépett pályára a 12. fordulóban, ahol 28-18-as győzelmet arattak, így felzárkóztak a 9. helyre. A Kecskemétnek eddig 4 győzelme és 8 veresége van a bajnokságban. A női kézilabda NB1B keleti csoport 13. fordulójában a Kispest NKK csapatát fogadják. A fővárosi klub 7 győzelemmel, 2 döntetlennel és 3 vereséggel 16 pontos, jelenleg a tabella 3. helyén állnak. A találkozó vasárnap 17 órakor lesz a Messzi István sportcsarnokban. 3 hét bajnoki szünet után múlt héten a Deac otthonában folytatódott a bajnokság a futsalosaink számára. A haziak végig irányították a mérkőzést, így a végén nagy arányú győzelmet arattak, és visszavágtak a Kecskeméten elszenvedett vereségért. Egy hónap után ismét hazai pályán játszik a Szkorgól Kecskemét futsal csapata.
A férfi futszál alapszakaszának utolsó 18. fordulójában a kecskemétiek a Veszprém együttesét fogadják, akiknek igen jól alakult a legutóbbi három bajnokiuk. Egy győzelemmel, kettő pedig döntetlennel zárult, így felzárkóztak a 8. helyre. A mieinknek nem alakult jól az utóbbi pár forduló, legutóbb a Csömör ellen tudtak győzni novemberben. Jelenleg 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 13 verességgel az utolsó helyen állnak. A Kecskemétnek az alsóházi rájátszások előtt így mindenképpen célja, hogy szépíteni tudjon a mutatókon. A 18. fordulós mérkőzés hétfőn 19 órától lesz a Messzi István sportcsarnokban. Ennyi fér bele a mai palettába, remélem, hogy találtak maguknak kedvező programot. Találkozunk jövő héten is, viszontlátásra! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Tizennégy tanácsadó testület segíti a jövőben az önkormányzati képviselők munkáját a választókerületekben. A tagok kiválasztásáról komoly vita zajlott a közgyűlésen. Támogatta mai közgyűlés a kórház közelében tervezett körforgalom építését, miközben a városvezetés forgalom szervezési és ráfordítási szempontból is gazdaságos és megtérülő befektetésről beszélt, addig az ellenzék kritizált. Módosította a közgyűlés az idei költségvetését, plusz támogatást kapott többek között a helyi busztársaság, a megyei kórház, de bekerült a büdzsébe a bérlakásépítési program is. Egyhangulag fogadta el a közgyűlés azt a mintaprojektet, amelynek eredményeként 10 gyalogátkelőhely lesz biztonságosabb Kecskeméten. A programnak köszönhetően gyorsabb lehet a zebrák közelében meghibásodott világítótestek pótlása és javítása. Egy defektes kamion miatt sérült meg tegnap este 6 személygépjármű az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza határában. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Számítunk megtisztelő figyelmükre holnap, és én megköszönöm mai figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!